Sziasztok, kedves gitárosok! Sok szeretettel köszöntelek mindjátokat! Ebben a videóban szeretném bemutatni pár nagyon egyszerű, viszont annál hasznosabb gyakorlatot, amelyekkel a sweep pickinget el tudjátok kezdeni. Ugye a sweep picking az valamilyen szinten a gitárosoknak talán az egyik legnagyobb ilyen misztériumával ellátott pengetés, hiszen főleg a rock és metal műfajban ugye nagyon gyakran használatos pengetésmód, de egyébként a jazzben is, tehát az ilyen különböző triolás, illetve 16-os felfutásokkal szinte csak sweep pickinggel lehet eljátszani. Bár kiváló ellenpélda egyébként akár a John McLaughlin, vagy az Aldi Meola, vagy a rockosabb közel közül a Steve Morse, akik olyan arpeggiókat is váltott pengetésre játszanak, amiket a gitárosok többsége sweep pickinggel játszana. Na de mindegy is, az én koncepcióm nagyon egyszerű lenne, G alaphangról megmutatnám mind a négy hármas hangzat típust, alapvetően triolás gyakorlatokat szeretném mutatni, lenne egy úgynevezett odaverzió, lenne egy visszaverzió, majd mutatnék egy 16-od alapú gyakorlatot, ahol szintén lenne egy oda, meg egy visszaverzió. A triolás gyakorlatoknál a pengetéseim iránya azok úgy néznének ki, hogy le, le, föl, le, le, föl. És ami nagyon fontos, ezt majd látni fogjátok a videóban is, hogy amikor elhagyom a H-húrt, akkor a pengetőm azonnal az E1-es húra tapad, és igyekszem egy lendületből megejteni a két lefelé pengetést. Tehát a G-dur arpeggióm esetében, amely G-H-D hangokból állna, ez a gyakorlatsor lenne. Aztán ezután játszanám a G-moll arpeggiót G-B-D hangokkal. Majd játszanék G bővített 3-as hangzatot G-H-D hangokkal. Végezetül pedig G szűkített 3-as hangzatokat G-B-D hangokkal. És akkor itt, ahogy figyelhettétek, a pengetésem mindig ugyanaz volt. Le, le, föl, le, le, föl. Most nézzük meg egy nagyon egyszerű, illetve nagyon lassú, nagyon kényelmes tempóban, 60-as tempóban, és akkor mindegyik hármas hangzat típusból kettő ütemet fogok eljátszani. Nézzük. Visszafelé annyiban változna meg a gyakorlat, hogy egyrészt ugye megfordulna a hangoknak ugye a sorrendje. Tehát itt, ugye amikor az alaphelyzetű hármasokat játszottam, akkor ugye mindig úgy volt, hogy bármilyen hármas hangzatot is játszottam, ugye alap, terc és kvint hangokat szólaltattam meg, most megfordítjuk, kvint, terc és alaphang lesz, és úgy fog majd kinézni a pengetésem, hogy le, föl, föl, tehát le, föl, föl, le, föl, föl. És amikor a G-dur 3-as hangzatnál ugye megettem az első fölpengetést, akkor a pengetőn pedig a H-húra tapad húrváltásnál. Tehát nagyon fontos, hogy a húrváltáskor mindig a következő húra tapadja rá a pengető. Így néz neki lábra maga a gyakorlat. G-moll. G-bővített. Készükített. Bocsánat, itt a végén egy kicsikét már belebakiztam. Nézzük meg ezt is metronomra. Tehát két ütemenként haladunk. Thank you.
Értelemszerűen egyébként nem csak a G alaphangról érdemes megnézni ezeket a bontásokat, hanem mind a 12 hangnemben, én a kvártos modulációt javasolnám, tehát a következő sorrendben nézném meg mind a négy típusú hármas hangzatot, G, C, F, B, S, AS, DES, FIS, H, E, A, D, illetve megint G hangokról. És akkor legyen egy 16 alapú gyakorlat is, ugyanezekkel a hangokkal, és itt már használnak az úgynevezett legátó technikát, illetve azon belül is a pull-off technikát. Négy darab hangot szólaltatni meg ütésenként, és így nézne ki a G-dur 3-as hangzatom. Tehát pengetés ügyileg itt azt csináltam, hogy le, le, föl, pull off, le, le, föl, pull off, le, le, föl, pull off, le, le, föl, pull off. És amikor már a fölpengetés volt, akkor nem húztam rá a pengetőmet a H-húra. Nézzük meg ezt is úgy, hogy mindegyik akkordot két ütemig fogom eljátszani, illetve mindegyik hármas hangzatot, és maradjon a 60-as tempó. Értelemszerűen ez már egy 16-os érzet lesz. Visszafelé pedig hasonló lesz az elv, mint amit a triolás gyakorlatnál csináltam. Egy G-dur 3-as hangzat bontás visszafelé, az úgy nézne majd ki, hogy... Tehát itt először van egy fölpengetés, úgyhogy nem húzom rá a pengetőmet a H-húra, utána van egy legátós kötés, tehát fölfelé pengetés, pull-off, majd kettő darab lefelé pengetés. Tehát így néz neki ez a négyes szelet, hogy föl, pull off, le, le, föl, pull off, le, le, föl, pull off, le, le, föl, pull off, le, le. És mindegyik hármas hangzat típusnál ugyanezt a technikát csinálom. Nézzük meg megint 60-as tempóban. Szóval, hogy őszinte legyek, én nem vagyok egy nagymester a sweep pickingnek, igazság szerint csak annyira tudom ezt a technikát alkalmazni, amennyire a különböző jazzistáktól eltanult, illetve megtanult szólóba kell, tehát az ilyen különböző triolás felfutásoknál, mint amiket mondjuk a Wes Montgomery vagy Grant Green használ például. De azoknak is egyébként az alapja lényegében ez a fajta pengetés gyakorlat, illetve még régebben néztem a John Petrucci-tól olyan videókat, ahol ő is azt javasolta, hogy érdemesen két húros gyakorlatokat kitalálni a sweep pickingnek a fejlesztésére, még mielőtt nekiállnánk a több húros, tehát az ilyen 6 meg 5 húros arpeggioknak a kigyakorlására. Illetve attól függetlenül, hogy én alapvetően a jazz műfajban vagyok aktív, illetve leginkább a jazz műfajt gyakorlom napi szinten a saját hangszeremen, érdemes ezt kigyakorolni torzítóval is, és leginkább azért, mert a torzításnál jönnének elő azok a string noise-ok, illetve azok a le nem tompított húrok, illetve azoknak a zajai, amelyek mondjuk a tiszta hangszínen nem feltétlenül jönnének ki. Tehát az nagyon fontos, hogy ha például a H és az E1-es húron gyakoroljuk ezeket a sweepeket, teljesen mindegy, hogy a G-durról van szó, vagy G-morról, G-bővítetről, vagy a G-szűkítetről. Nagyon fontos, hogy a vastag húrok, tehát az E6-os ADG, illetve igen, E6-os AD, illetve a G-húr is legyen letompítva, mert ha mondjuk egy torzított gitáron játsszuk ezt a gyakorlatot, akkor nagyon könnyen válhat kásássá, illetve koszossá a játékunk, és értelemszerűen ezt próbáljuk meg elkerülni, tehát törekedjünk a tisztaságra. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, hogyha van bármilyen kérdésed, akkor tegyétek fel komment formájában. Sziasztok!